az történt, hogy először itt álltunk, jó, nem történik semmi, kurvára vártuk, hogy elindulhassunk arrafelé. Elindultunk arrafelé, és ilyen masszív embert meg így elindult le ott jobbra, és aztán le a Via Laitánán, és most van vége kb. A menetnek, tehát most terült ki így a tér. Az egyik újság szerint 50 ezeren vagyunk, a másik újság szerint 1000-en vagyunk. Május 15-én Spanyolország szerte erőszakmentes tüntetés hullám robbant ki. Az eleinte főleg fiatalokból állott tömeg elfoglalta kb. 50 város legnagyobb terét, hogy tüntessen a fiatalokat sújtó nagyjából 40%-os munkanélküliséggel járó kilátástalan helyzet és az igazi demokratikus képviselet hiánya miatt. A tüntetők a problémákat leginkább a politikusokat és a bankárokat okolják. Barcelonában a Plaza Catalunya lett az önmagukat elégedetleneknek nevező tüntetők központja. Mert hogy a hónap fordulója volt ennek az egésznek, amikor elkezdődött. Today we're now here, first fighting for our rights and trying to find our true democracy. Particularly here in this square, because today people went to the parliament here, 2,500 people. Políticos y banqueros nos roban los dinero. Körül akarták zárni a parlamentet, hogy ne juthassanak be meg ki politikusok, körülvették őket a rendőrök. Volt egy-két ilyen pukkazgatós ember, aki elkezdte a rendőröket dobálni, meg ütni, meg mit tudom én. Akik egyesek szerint beépített rendőrök voltak, akik csak az egészet ki akarták robbantani, mások szerint meg nem. Every 4 years you vote, and then they can do whatever they want. There's like 4 or 5 people doing whatever they want with our money. Van valami Európaktum, aminek eléggé nagy hatása lenne Spanyolországra, meg ilyen szociális megszorítások lennének a következményei. Azért van nálam egy nyakkendő, mert a barátocskáinkkal kitaláltuk, hogy most akkor öltönybe jövünk, de nekem nincs öltönyöm, a többiek öltönybe jöttek, hogy azt hagyja fel a média, mert úgy próbálják lefestni ezt egészet, hogy ez ilyen hippi, tisztátalan népek, akiknek mind rasta haja van és gonosza. Miért nem az? Mi? Nem részben az, de igazából vannak ilyen különböző kamisonok, van feminista, van állatjogos, van direct democracy is van, egészségügy, stb. Ki mit tart fontosnak, és akkor abba lehet jönni, akkor ott eszmét cserélni. There's a population movement, it's not about a party. It's starting 1 month ago, so we don't know where we're going actually. The thing is that we have an election in 1 year. Nekem egy picit fura volt, mert kurva sok szlogán hasonló a hasonlója jobbikus. Igen, idegen gyűlölős kis rész hiányzik ahhoz, hogy teljesen ugyanaz legyen a szlogeneknek az összessége, de szerencsére az nincs, hanem helyette a bevándorlóknak is több jogot követelnek. Kifuthat ezzel ahova? Meg tudják oldani a problémákat, vagy majd elül? Hát nagyon jó kérdés. Most nagyon le akarják mondatni a Barcelonának a főpolgármesterét. Ugye ő küldte rá a rendőröket erre az egészre. Most volt egy nyilatkozata, hogy miért támogatják az intellektuellek ezt a hordát. Talán annyi sikere lesz, hogy több ember vonódott be így aktívan abba, hogy figyelje, hogy mi történik az országban, mint hogyha fognák magukat Magyarországon vagy Budapesten a kerületek, és akkor nekik lennének ilyen kis saját gyűléseik, meg nem tudom. Na, ilyeneket itt most csináltak, és annak szerintem simán lehet jövője. Igazi kis város, mint a Plaza de Catalunya, néhány egykor még így pörög az élet. Van, akik filmet néznek, van, akik a saját sátrukban vannak. Egyébként egy városhoz való nagyon sok mindent itt kialakítottak. A tüntetők van, egészségügyi részleg, kommunikációs részleg, és könyvtár, meg egyéb mindenféle ideológiai és a mindennapokat segítő továbbképzés.